Hello! Kaptam témajavaslatokat. Az egyik az volt, hogy hogyan ismerjük fel, hogy egy bántalmazó kapcsolatban vagyunk, és hogyan lépjünk ki belőle. Ez nem valószínű, hogy rövid videó lesz, de akkor essünk neki. Először is, amikor arról van szó, hogy bántalmazó egy kapcsolat, és minden párkapcsolat, baráti, családi, munkahelyi, tök mindegy, tehát emberek közötti viszony, akkor először, ami mindenkinek eszébe jut, az a verés. Hogy ugye a bántalmazás az a verés. Most az van, hogy ez a bántalmazás gyönyörű, színes, szagos paletta, rengeteg féleképp tudják egymást az emberek bántalmazni, hála jó Istennek, úgyhogy a bántalmazást először definiálnunk kéne. Tehát bántalmazás a verbális bántalmazás, gunyolás, degradálás, minősítés, megszégyenítés, fenyegetés, semmibevevés, megkérdőjelezés, jaj, nem is fáj a lábad, nem is úgy volt, érzelmi elhanyagolás, csendelverés, a másik külsején, természetén, eredményein, teljesítményein való viccelődés, élcelődés, tehát most tartunk kb. 10-valahány dolognál, és ez még csak a verbális érzelmi. Tehát bántalmazás mindaz, ami nekem fáj. Ha kritizálnak engem, ha érvénytelenítik azt, amit mondok, ha cserben hagynak, ha hátat fordítanak nekem, ha elárulnak, kibeszélnek, hülyének néznek, megpörgetik a bennem lévő iránytűt, tehát elhazudják a valóságot, bele akarnak rántani egy ilyen alternatív valóságba, rosszul emlékszel, túlérzékeny vagy, nem is úgy voltak a dolgok, stb. Tehát rengeteg féleképpen lehet egy ember bántalmazni, és ennek a skálának, vagy spektrumnak, vagy bárminek csak az egyik része a fizikai, ami ugye az egyik legkonkrétabb, megütnek, belilulok, vagy nem lilulok be, de meg vagyok ütve, fizikai bántalmazás, arról tudok. És akkor még a fizikai bántalmazáson belül is meg lehetne csinálni egy csomó alszekciót, de ez egy 10 órás videó lenne, ha mindent felsorolnék. Tehát röviden, számomra bántalmazás minden, ami az autonómiámat, a határaimat, az érzéseimet, az önbizalmamat, az önbecsülésemet sárba tiporja és sérti. Bántalmazás számomra, amikor hülyére vesz egy szolgáltató, egy ember, egy áruház, egy főnök, egy kapcsolat, akármi, amikor hülyének néznek, amikor úgy építkeznek mondjuk a szomszédban, hogy este 10-kor is, meg reggel 6-kor is, ugye az megsérti a határaimat, és megsérti amúgy a törvényt is. Bántalmazás számomra, mikor megkérdőjelezik a valóságomat, jaj, hagyjál már ezzel a menstruációs görcsel, biztos csak felnagyított, hát mindenkinek fáj, a tiéd se lehet nagyobb. Tehát rengetegféle dolog van ebben. Egyetlen egy közös mindegyikben az, hogy érezzük a fájdalmat. Tehát érezzük azt, hogy nekünk ez fáj, nem jó. Bántalmazás minden rejtett játszma, amit én ugye úgy hívok, hogy aranypapírba csomagolt szar. Tehát ezek a rejtett mártír áldozati nárci játszmák. Jaj, látom, picit itt a karantén alatt felszedtél egy pár kilót. Nem baj, figyelj, ilyen 5-6 év, majd ilyen lébőjt le fogsz fogyni, semmi gond. Én igaz, a 3 gyerek után nem hisztam ennyit, mint te, de nem vagyunk egyformák. Hát ez már egy ilyen műanyag világ, hát mucikám, hát amiket te rendelsz, én nem csodálkozom, hogy elhisztál. Tehát minden bántás egy csomószor az is, ami be van csomagolva, hogy tényleg szülés után otthon fekszel a gyerekkel, és akkor jön az anyós, jaj, csináltam süteményt, hagyjad, mondta Peti, hogy nem tudsz mozogni, mindegy, hát én a 4 gyerek után már egyből takarítottam, hát nálatok kicsit áll a kuplerál, meg a por, de hát ez már egy másik világ, persze nem, figyelj, nem lehet mindenki mindenbe jó, te egy nagyon jó könyvelő vagy, biztos, hát ez az anyaság, ez nem megy mindenkinek, ugye?
Na, tehát rengetegféle módon tudjuk legyilkolni egymást. Van, ami direkt látható. Oda megyek, pofán baszlak, az egy elég egyértelmű dolog. A legláthatatlanabb és a legnehezebb ezek a nagyon becsomagolt, nagyon beburkolt bántalmazások, amiket én úgy hívok, hogy csak segíteni akartam, illetve én csak jót akartam. Ugye erre szoktam mondani, hogy nekem bármit akarhatnak az emberek, csak jót nem, mert abból még jó nem sült ki. Tehát ne akarjál jót, ne akarjál segíteni, ne akarjál semmit. Úgyhogy rengetegféle állarcot tud ölteni ez a farkas, ami a bántalmazás. Hogyan ismerjük fel a bántalmazó kapcsolatot? Kúra egyszerű, fáj. Egyrészt fáj, bemegy ide a dárda, így érzem. Az első randin ott vagyok a sráccal, nem tudom én, 61 kiló vagyok, tehát azért elég vékony, izmos, kirendelek egy salátát, ásványvízzel mentes, és akkor a végén egy ilyen falat, kockacsokit beszeretnék kapni, és akkor azt mondja a másik, hogy hát lehet, hogy 8 után azért azt a kis cukrot már nem kéne bevinni. Nem csak mondom, mert hogy már így 35 vagy, és hát ilyen 60-65 kiló fölött az én neked már nem akkor az értéked, mintha kevesebb lennél. Na, és ez csak egy kósza példa. A bántalmazást onnan lehet felismerni, illetve inkább beszélek saját magamról, mert akkor az nem olyan általános. Nekem nagyon sok olyan sztorim volt férfiakkal kapcsolatban, ami ilyen rejtett bántalmazós volt. Nem is annyira rejtett, nézzék. Tehát nem vertek, alapvetően nem is voltak velem tiszteletlenek. Nem is rontottak nekem ilyen csúnya szavakkal, de hát igazából nem kellettem, mint nő, meg azért voltak megjegyzések így a külsőmre, a ruházkodásomra, csak így finoman, kedvesen becsomagolva, hát nem biztos, hogy ezt kéne hordanod, meg hát én a kisebb mellű nőket szeretem, neked olyan nagy, meg hát olyan hátad, meg a vállad, minden. Tehát, hogy amikor benne voltam az adott helyzetben, én nem vettem észre, és ugye akkor nem voltam ilyen okos, meg nem olvastam ennyi könyvet, meg nem jártam ennyi önismeretbe, hogy nem tudtam, hogy ezek a pici kis késszúrások, tördöfések, ezek mind bántalmazások. Minden bántalmazás, ami engem bánt, és ami nekem rosszul esik, és ami engem minősít, degradál, gigúnyol, nem mondom el még egyszer. Onnan ismerem fel, hogy lelkiismeretfurdalásom, bűntudatom és szégyenérzetem van. Ezt a hármat jegyezzük meg. Ha lelkiismeretfurdalásom, bűntudatom és szégyenérzetem van, akkor mindig nézzük meg a kapcsolatot, mert az valószínűleg bántalmazó. Ezek ilyen saját elméletek, de remélem működnek. Hogy ez a három, ez nagyon jó jelző. Tehát mondjuk van egy első randi, és úgy megyek haza, hogy hát kurvára szégyellem magam, meg kövérnek érzem magam, meg a nyomorultnak, meg butának, az valószínű, hogy ez egy jó előjel, hogy hát ott nem kéne tovább folytatni. Ha van egy szülő-gyerek kapcsolat, mondjuk én egy 35 éves nő vagyok, és valahányszor leteszem az anyámmal a telefon, gyomorgörcsön van, valahányszor hív, gyomoridegen van, akkor azért érdemes ott elgondolkodni, valami nem stimmel. Ha folyton lelkiismeretfurdalásom van a szüleim miatt, nem voltam otthon eleget, nem segítettem eleget, jaj, inkább nem megyek el nyaralni a saját családommal, hát mégiscsak az apám meg az anyám, stb. Ott érdemes megnézni a kapcsolatot. Kollegális viszony, főnökbeosztott viszony, nekem is volt ilyen részem, hülyének éreztem magam, debilnek, semmire nem vagyok használható, úgy éreztem magam, mint tényleg egy ilyen debilizált, 3 éves, gyomoridegen volt, nagyon sokat szorongtam, stb. Ott érdemes megnézni a kapcsolatot. Tehát ha azt érezzük, hogy debil vagyok, bűntudat, szégyenérzet, lelkiismeretfurdalás, undorító vagyok, miattam fog a másiknak valami hatalmas baja keletkezni, mindenkinek meg kell felelnem, soha semmi nem jó, amit csinálok, stb. Ha ezeket érezzük, akkor léci, nézzük meg azt, hogy ezt milyen kapcsolatban érezzük. Mert egy empatikus, támogató, szeretetteljes kapcsolatban ezt érdekes módon nem érezzük. Tehát amikor bejelez a relé, tehát elkezdek egyre rosszabbul lenni, szomatizálok, egyre több migrénem lesz, pánikrohamaim lesznek egy kapcsolatban, egyre többet szorongok, hányok, emésztési problémám lesz, kiütésem, alvászavarom, elkezd mindenfélét jelezni a testem, és nem tudom, hogy mi a bajom, akkor tök jó, mert a test az egy kibaszott okos szerkezet, akkor nézzük meg, mit üzen a test, mit jelez a test, mit jelez a szívem, milyen vészjelzéseket dobál az agyam, miket szoktam álmodni.
Tehát én azt hiszem, hogy mindenkiben van egy tök jó működő iránytű, vagy egy relé, ami pontosan jelez, amikor van bántás, csak általában az a második gondolat, na mi? Biztos nem úgy gondolta. Mire Biari Viki mindig azt mondja, hogy de! Azért mondta azt, mert bántani akart. Nem azért, mert jót akart, hanem azért, mert bántani akart. Tök tisztán érzed. A legelső érzés az mindig tiszta. Ha azt érzed, hogy beszól a kolléganőt, hogy jaj, átfestetted a hajad vörösre, ú, pedig a szőke sokkal jobb volt, ám mindegy, ez a vörös is jó, kicsit olyan 80-as évek, de hogy kiemeli a nem is tudom milyen színű szemed, de hogy nagyon csinos vagy. Érzed, hogy fáj, de mivel régi kedves kolléganő, felülírod és azt mondod, á, biztos nem úgy gondolta. De úgy gondolta. Kérlek, hidd el, hogy úgy gondolta. És az volt a szándéka, hogy bántani akart, sírva, könyörgöm, ne magyarázd meg magadnak, hogy ki mit miért gondolt, ez majd egy külön videó, hanem meg kell fogni az érzést, mert az igaz. Úgy gondolta. Azért fáj, mert fájdalmat érzel. Ha kedves lett volna, nem érezni a fájdalmat. A szeretetet onnan ismerjük meg, hogy nem fáj. Tehát bántalmazni rengetegféleképpen lehet, szeretni csak egyféleképpen. Szeretni úgy lehet, ahogy az a másiknak jó. Pont. Ennyi a definíció. Pokollá tenni egymás életét, az egy gyönyörű nagy hatalmas játszótér. Tényleg így az abúzustól kezdve a verbális érzelmi bántás, a csendelverés, a kihasználás, itt egy gyönyörű, szép nagy, és egy gyönyörű nyilván idézőjelbe téve, ez egy pokoli játszótér. Szeretni pedig úgy lehet, ahogy nekem jól esik. Ezért nehéz, mert csak egyféle jó út van belőle, és azt nagyon el kell találni. Tehát most, hogy felismertük a bántalmazó kapcsolatot, tehát úgy ismertük fel, hogy fáj, nem jó, nem lehetek önmagam, ellenőrizgetik a telefonomat, számon kérnek, hol voltál, mikor jöttél haza, hogy nézel ki, stb. Tehát érzem, mint egy mazsola, kezdek összeaszalódni, tehát felismertük, hogy ez egy bántalmazó, valamilyen formája a bántalmazó kapcsolatnak. Mit lehet tenni? Első lépés mindig a felismerés. Ezt helyettem senki nem fogja felismerni az egész kurva kibaszott bolygón. Mondhatja a legjobb barátnőm, hogy te egy fasszal élsz együtt. Mondhatják a barátaim, a családtagok, mindenki, amíg én nem ismertem föl, addig veszed fejszenyele. Tehát első lépés, nekem kell felismerni, hogy rosszul vagyok. Nem vagyok boldog, nem vagyok önazonos. Romlik az egészségi állapotom, épülnek le a szociális kapcsolataim, örömtelen az életem, hízok, fogyok hirtelen, mindenféle panaszaim lesznek, kudarc élményeket gyűjtök, elindulnak a szarmantrák a fejembe, nem vagyok jó semmire, úgyse kellek senkinek, tegnap is az... Ezek mind jelzések, hogy valamiféle bántalmazó közegben vagyok. Ezt felismertem, halleluja, második lépés, lehet kérni segítséget. Segítség lehet pszichológus, pszichoterapeuta, coach, bármiféle külső szemlélő, aki egy empatikus szakember, és megerősíti, hogy haló, igen, nem jó közegben vagy. És itt el lehet indulni a gyógyulás útján, és ehhez még tök jó, ha van egy-két cinkos barát, barátnő, családtag, kolléga, bárki, aki ugyanazt a valóságot nézi, mint mi. Eddig meg vagyunk. Hogyan jövünk ki egy bántalmazó kapcsolatból? Azt hiszem, hogy a videó elején ez volt a másik témafelvetés. Bántalmazó kapcsolatból úgy jövünk ki, ahogy az előbb mondtam, először is felismerjük azt, hogy egy bántalmazó kapcsolatban vagyunk. Onnan ismerjük fel, hogy nem vagyunk jó szeretve. Sok benne a bántás. Sok benne a... amikor ilyen tüskék mászkálnak benned, amikor szorongsz, összezsugorodsz, már nem mersz mit mondani, tojáshéjakon lépkedsz, jaj, csak meg ne bántsam a másikat, nem mondhatok nemet, stb., hogy elindul ez a spirál lefelé. Már nem lehetsz önmagad, már nem beszélhetsz az érzéseidről, mert úgyis mindig érvénytelen, hogy hülye vagy, meg túl gondolod, meg túl érzékeny, meg stb. És elindul lefelé ez a spirál, és akkor érzed azt, hogy szorulsz be a satuba. És erre jönnek mindenféle jelzések a testettől, meg a lelkettől. Erre érdemes hallgatni, hogy nekem ez nem jó, nem vagyok boldog, nem örömteli ez a párkapcsolat, nem támogató. Honnan ismerjük fel, hogy egy párkapcsolat nem bántalmazó? Én egy támogató házasságban élek, ami kurva ritka. Egyrészt azért,
mert szimpatikusak vagyunk egymásnak az emberrel, röhögni fogsz, és ez tök ritka. A másik pedig, hogy szeretünk egymás társaságában lenni, ez is ritka, hogy nem menekülünk egymás elől, ilyen kifogás, munkák, kifogás, hobbik, nem tudom mi. A harmadik pedig, hogy a miénk az egy elég mély tiszteleten és őszintességen alapuló kapcsolat. Nekünk az a fontos, nekem is és az embernek is, hogy a másik egészséges legyen, boldog és szabad, és ebbe támogatjuk a másikat. Ez egy jó párkapcsolat titka. Tehát egy támogató párkapcsolatot onnan ismerek meg, hogy egyre jobban vagyok a másik mellett. Szabadabb vagyok vele, mint nélküle. Ez kurva fontos. Könnyebb vagyok, amikor mellette vagyok. Nem jelent terhet a számomra, nem húz le. Reptet, felemel. Rohangálhatok a lakásban mesztelenül, táncolhatok a tükör előtt mesztelenül, elmondhatom az érzéseimet mesztelenül. Nem cáfolja meg, nem hazudtolja meg, nem érvényteleníti azt, amit én mondok, mesélek vagy kérdezek. Mondhatok bármire nemet. Tehát ha azt mondja, hogy szeretné éppen együtt lenni velem, csináljak meg valamit, akkor mondhatom azt, hogy ne haragudj, hogy nem, nekem ehhez most nincs kedvem. Tök oké, neki van annyi érzelmi tartaléka, hogy ezt elbírja fogadni. Nem verjük egymást csenddel. Nincs napokig tartó sértődés, sőt órákig tartó sértődés sincsen. Nincsenek passzív-agresszív játszmák, tehát nincs az, hogy én megkérem a másikat, hogy a sáros cipőjét hagyja az ajtó előtt, és ő úgy tesz, mintha elfelejtené, és minden nap véletlenül összesározza a lakást. Tehát nem egymás kárára élünk, nem egymás aksiát szívjuk, hanem egymás aksiát töltjük. Nem úgy akarunk önbizalmat szerezni, hogy a másikat leépítjük, és mi az ő tetemén, az ő húsát tépve látszat önbizalomhoz jutunk. Nekünk úgy van az emberrel valóságos önbizalmunk, hogy mi azt fölépítettük, fölépítjük, és folyamatosan lapátoljuk egymásba az önbizalmat. Az önbizalom az, hogy te jó vagy, elég vagy, szerethető vagy, kurva jól csinálod, támogatlak, ha elesel, itt vagyok, fogom a kezedet. Na most el lehet gondolkodni azon, hogy hány ember él támogató emberi kapcsolatban. Mert ez, amit most itt az utolsó két percben elmondtam, ez kibaszott ritka. Azért ritka, mert az emberek jelentős része nincs jó pszichés állapotban, amit én úgy definiálok, hogy üres a puttonya, üres az érzelmi puttonya. Tele vannak haraggal, gyűlölettel, irigységgel, depresszióval, nem integrált, nem feldolgozott fájdalmakkal, traumákkal, és viszik bele a szart a párkapcsolatba, és megfogják, és mint ilyen ólom kockák húzzák le a másikat. Ahhoz, hogy mi egy támogató párkapcsolatba tudjunk élni, nekünk kurva jó kell lennünk. Mert ha én nem vagyok jól, akkor elég kicsi egyrészt az esélye, hogy találok egy embert, aki kurva jól van, de egy olyan emberrel akar lenni, ugye, akit cipelnie kell, tehát miért akarna engem cipelni vagy megmenteni. Tehát érdemes először azt, hogy én jól vagyok, és abban a másodpercben, hogy én elkezdek jobban lenni terápiáknak, empatikus közegnek köszönhetően, sportnak, bárminek köszönhetően elkezdek jobban lenni, tehát elindulok a saját belső utam felé, és elkezdek jobban lenni, minél jobban vagyok, annál jobb minőségű emberek fognak bekerülni a vonzás körzetembe. Ez valami energia, spiri, nem tudom milyen törvény, de én azt tapasztalom a saját életemben, hogy mindenki úgy tud kapcsolódni, amilyen szinten ő van. Én most már olyan emberekhez tudok kapcsolódni, akik önazonosak, boldogságra képesek, örömre képesek, ez is amúgy nagyon ritka, megjegyzem, ez még így én se vagyok teljesen. Tehát olyan emberekhez tudok kapcsolódni, akik így könnyűek, jól vannak, képbe vannak, ugyanazt a valóságot nézik, mint én, nem érvénytelenek, stb. Tehát ilyen úgymond ezek a jó minőségű, jól megdolgozott, érzelmi immunrendszerrel rendelkező emberek. Ezek nem bántalmazók. De amíg én kurva szarú voltam, és ez nem volt olyan rég, tehát itt ilyen 4 évvel, 5 évvel ezelőtti állapotomról beszélek, tehát ez elég friss élmény. Amíg nem voltam jól, addig úgy vonzottam a bántalmazókat, mint a gumicukrot a kisgyerek. Tehát ameddig én szarul voltam, tehát tele voltam hiányokkal,
szorongással, önértékelési zavarral, mindenféle feldolgozatlan szarral, akkor én olyan embereket kerestem ehhez, és ez mind tudatalatt zajlik, tehát abszolút nem tudatosan választottam ki, akikkel ezen a rezgés szinten voltam. Tehát az én puttonyom tele volt ilyen fekete, összecsomózódott szarokkal, és akkor olyan embereket kerestem, akiknek ugyanaz van a hátizsákjában. Most elkezdtem kipucolni az érzelmi hátizsákomat, most már csak mondjuk egy ilyen 20% fekete, a 80% az már ilyen szín, meg napfény, meg fú, de kurva jó minden. És ahogy átalakult az érzelmi hátizsákom, úgy már nem vonzódom ezekhez az emberekhez, mert már nem tetszik az ő hátizsákjuk, hanem olyanokat keresek, akiknek lehetőleg még jobb minőségű hátizsákjuk van, mint nekem, ha ez így érthető. Tehát, hogy ez kurva jól át tud alakulni, és ez nem ilyen misztikus vonzás törvénye, meg nem tudom micsoda, hanem ez egy teljesen mérhető vagy bizonyítható dolog, és az én életem tök jó példa rá, hogy egész egyszerűen már nem vonzom azokat, meg nem vonzódom azokhoz az emberekhez, akik így mondjuk megjegyzéseket tennének rám. Mert most már kikérném magamnak azt, amit mondjuk 4 vagy 5 éve nem kértem ki, vagy nem hallottam meg. Tehát most így megismerkednék valami pasival, és akkor nem tudom, hogy azt mondaná nekem, hogy nem tudom, hogy nézek ki, meg milyen kövér vagyok, meg nem áll jól ez a haj, meg nem tudom, büdös picsába elküldeném a legelső találkozásnál. Régebben ezt így hagytam, mert nem voltak eszközeim, és nekem az egyéni terápia, meg a csoport kurva sok eszközt adott ahhoz, meg valahogy áthúzalozta az agyamat, hogy nekem erre már így nincsen szükségem. Szóval a rövid válasz, hogy hogyan jöjjünk ki a bántalmazó kapcsolatból, első lépés, hogy ismerjük fel, hogy ez nem egy támogató szeretetteljes kapcsolat. Nézzük meg a lehetőségeket. Nyilván 3 gyerekkel válni egy érzelmi bántalmazótól, ez egy picit hardcore, nőnek, férfinek, most ő tök mindegy, a bántalmazás az egy nemtelen dolog, tehát nő is lehet bántalmazó, meg férfi is. De nézzük meg, hogy mik a lehetőségek. Én azt is nagyon támogatom, hogy első körben nézzük meg a szándékot. Nem mindenki gonosz, aki bántó. Tehát van olyan, hogy valaki rosszul edukált, tehát meg rosszul van szocializálva, de terápiába vagy párterápiába menthető a dolog. Tehát lehet, hogy anyu vagy apu évek óta piszkálja egymást verbálisan, de két nem rossz emberről beszélünk, vagy csak az egyik nem rossz ember, csak nem lett nekik megtanítva, hogy nem mond már 10 percenként azt a másiknak, hogy dagadt, és ha elmennek egy külső szemlélőhöz vagy segítőhöz, akkor egy csomó ember amúgy fejleszthető, tehát edukálható, ez kurva jó. Van az a szint, amikor már menthetetlen a sztori, mert annyira elfajulnak a dolgok, és akkor érdemes azon elgondolkodni, hogy milyen lehetőségeim vannak, hogy igen, ez egy bántalmazó kapcsolat, mit tudok hozzá kérni, mint segítség, ki az, aki engem komolyan vesz, család, barátok, segítő, és akkor utána felépíteni mondjuk egy menekülési tervet, vagy kitalálni azt, hogy akkor szép lassan, vagy hogyan húzom meg a másik határait, vagy hogyan távolodom el tőle véglegesen. De a legelső lépés az, hogy akár ezt össze lehet írni ilyen pontokba szedve is egy A4-es papírba, hogy kártékony vagy jótékony ez a kapcsolat. És ahogy elmondtam a videóban, nem szeretném ismételni, mert tök sokat ismétlem magam, hogy erre vannak jelzések. Tehát, hogy ezt tényleg tök tisztán érezzük, hogy egy kártékony bántalmazó kapcsolatban leépülünk, egy jótékony támogató kapcsolatban pedig szabadon repülünk. Most őszintén, nekem se volt az életemben túl sok olyan kapcsolat, amiben én szabadon tudtam volna repkedni. Tehát az, amiben én most élek, hogy a férjem és a legjobb barátnőm úgymond a közvetlen és egyetlen környezetem, ami ugye a hétköznapokban jelen van, ez nekem nagyon fura, hogy két ilyen empatikus, szeretetteljes ember így a legközvetlenebb környezetem, és senki nem baszogat. És ez ilyen, tehát én meggyógyultam. Tehát az, hogy senki nem baszogat, senki nem kér számon, senki nem szégyenít meg, senki nem néz hülyének, plusz emellett még van egy terapeutám hetente egyszer, akinek látom így a csillogó szemét, hogy látja rajtam, hogy jól vagyok, nyilván az előző terapeutával ezt már megdolgoztuk, hogy így, ez egy kurva jó érzés. És ha nekem ebbe a rendszerbe most bekerülne akár csak egy rossz nézés, vagy egy rossz beszólás, én azt már így kihánynám magamból, nem lenne rá szükségem. De hogy én is voltam ebben a cipőben, tehát ezt szeretném hangsúlyozni, hogy én nem születtem valami, nem tudom milyen szuperképességekkel, de nyilván mindenki születik valami szuperképességgel, hogy,
hogy én ezt tanultam. Tehát, hogy hangsúlyozom, 4 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt én még simán oda voltam olyan csávókért, akik nettó bántalmazók. Most már tudom, és így én ebből kipörögtem. De nem úgy pörögtem ki, hogy tralala, egyszer csak kipörögtem, hanem a havi 9 terápia az nyilván kibaszottul sok, és az áthúzalozta az agyamat arra, hogy nekem szeretetteljes, empatikus kapcsolatokra van szükségem. És így megjött a fény. De jó, hogy így ettől gyógyulunk. És amúgy a saját csoportjaimban is ezt látom, és nyilván azok egy nagyon rövid, 1 vagy 2 napos csoportok, hogy amikor a nőket nem baszogatják, elkezdenek jobban lenni. És itt ülök 44,5 évesen, és a világról az összes tudásom ma, 2021. júliusában annyi, hogy az ember az empátiától gyógyul, és az empátia mentességbe hal bele. Ez minden, amit az emberi kapcsolatokról tudok. És én nem akarok olvasni több könyvet, meg nem akarok több tanfolyamot, jó, most ezt a kognitív terápiát olvasgatom, mert ez tökre érdekel, de igazság szerint én már nem könyvekből akarom megtanulni az emberi kapcsolatokat, mert abban úgy sincs benne, hanem egész egyszerűen rengeteg tapasztalatom van emberi kapcsolatokról, és arra jöttem rá, hogy a Szent Grál az a baszogatásmentes légkör. Ha az embert hagyjuk kinyílni úgy, mint amilyen virág ő maga, pont annyi napfényt adunk neki, és pont annyi vizet, akkor az a virág fejlődni fog. Ha én neki megyek annak a virágnak, mert akarok tőle valamit, majd én megmondom, nem kapsz napfényt, meg majd túllocsollak, vagy nem adok neked, meg te bodza, bokor vagy, de majd én diófát csinálok belőled, meg átformál, stb., akkor az tönkre megy, meg elszárad. És ez a békénhagyás művészete, ez így nagy részt az empátia. Nem akarok tőled semmit, én annyit szeretnék tőled, hogy légy szíves, legyél boldog. Na, ezt verekedd át Magyarországon az embereken. Ez valami elképesztő nehéz, és nekem egy tök régi elméletem, ugye, hogy a semmit csinálni a legnehezebb, ami alatt azt értem, hogy békén hagyni a másik embert, az a világ legnehezebb dolga. És ha egy kicsit is kipróbáljuk, rájövünk, hogy a másik ember az attól gyógyul, és attól lesz jobban, hogy békén van hagyva, meg van simogatva, meg van támogatva, meg van dicsérve, adok neki eszközöket, erőforrást, és elkezd jól lenni. Minden, ami nem ez, az általában bántás. Tehát amikor a másik életére török, meg megnyomorítom, én nem akarom, hogy jól legyen. Isten ments, hogy jól legyen. Jaj, Isten ments, hogy autonóm legyen. Ugye a narcisztikusok egyik legnagyobb parája, hogy csak öntudatra ne ébredjen a másik, csak önálló akarata ne legyen, Jézus, mindig maradjon az én kontrollom meg irányításom alatt. Ezek bántalmazó helyzetek. Úgyhogy, hát nagy hirtelen ennyit tudtam mondani, így is elég hosszú videó lett, mondjuk azért 28 percbe ezt belesűríteni, szép munka van. És ha van kérdés vagy észrevétel, akkor még szívesen elmondom erről a témáról a gondolataimat, és még egy záró mondat. Nekem eszem ágában nincs párkapcsolatokat, meg házasságokat szétrobbantani, mert egy ilyen visszajelzéssel találkoztam egy embertől. Ugye mindig könnyű azt hibáztatni, aki a férjnek vagy a feleségnek felnyitja a szemét. Tehát a terapeutát, a segítőt, a kócsot vagy engem, ugye tök könnyű hibáztatni, hogy hát miattad. Az a rossz hírem van, hogy miattam nem mennek szét kapcsolatok, hanem maximum azért mennek szét miattam kapcsolatok, mert az egyik fél ráébred, hogy nem boldog. És én örülök, ha valaki ráébred arra, hogy nem jó kapcsolatban van, és arrébb megy. És tudom, hogy tök könnyű engem hibáztatni, mert én kívül vagyok, de hogy szerintem fontosabb lenne elsősorban magunkban nézni. Tehát, hogyha nekem szétmenne a párkapcsolatom a férjemmel, nekem eszem ágában nem lenne a férjem pszichológusát hibáztatni, hanem magamban néznék, hogy hát miért ment el az ember, hogy mi az, ami nem volt jó. Úgyhogy ez csak egy záró megjegyzés, hogy amikor változás áll be egy párkapcsolatban, mert az egyik fél fényt kap, és leesnek neki dolgok, akkor egyrészt azt érdemes a kapcsolaton belül megbeszélni, ha lehet. Kérni hozzá egy külső szemlélőt mind a két félnek, ugye, hogy pártatlanság legyen, és nagyon könnyű kívül keresni mindig az ellenséget. Ez olyan messze van.
az ellenség, vagy a rossz akaró, vagy bárki, az nem kívül van, az ott van a kapcsolaton belül. Úgyhogy csak annyit szeretnék mondani, hogy én állom a sarat, és én vállalom a felelősséget azért, amit mondok, de azért nem vállalom a felelősséget, hogy ki hogyan értelmezi azt, amit mondok, és hogy a párkapcsolatokon belül mik történnek, azért mindenkinek saját magának kell vállalni a felelősséget. Ha valaki az én videóim kapcsán megszakít egy kapcsolatot, azért elég nevetséges lenne azt mondani, hogy hát egy-két videó miatt szakítottunk, tehát az valószínűleg nem volt egy erős párkapcsolat, ahogy az én házasságom sem mehetne tönkre azért, mert megnéztem egy pár önismereti videót. Úgyhogy belül van mindig a megoldás az emberben. És érdemes arra figyelni mindig, hogy a környezetnek mi jó és mi rossz. Mert ha szenved mellettem a másik ember, akkor én valamit rosszul csinálok. Ha az én férjem napról napra rosszabbul lenne, és azt jelezné nekem, hogy nem boldog velem, nem akar velem együtt lenni, szenved mellettem, álmatlan éjszakái vannak, forgolódik, és ki van tőlem készülve, én nem gondolnám azt, hogy kívül van a probléma gyökere, hanem akkor sajnos magamba kéne néznem, hogy hát ez az ember mellettem nem boldog. Úgyhogy csak ennyit szeretnék így mondani zárszóként mindenkinek, aki nekem akar lekeverni egy kurva nagy nyaklevest a város valamely pontján. Vállalom, tehát ameddig nem öl meg senki, hanem csak mondjuk így rám basz kettőt, de mondjuk ettől megmenekül egy anyuka vagy egy apuka, és kilép egy bántalmazó kapcsolatból, én vállalom azt az egy-két pofont, de szerintem sokkal keményebb és őszintébb meló beleállni abba, hogy hát lehet valamit elcsesztem, hogyha a másik ember mellettem nem boldog, és valószínűleg Bihari Vikinek ehhez így nem túl sok köze van, mert én se verném rá a balhét semmilyen külső emberre, hogyha mellettem a férjem elkezdene rosszul lenni. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!